Csütörtök, május 28-a. Mi van május 28-án? Diana házában vagyok, a szülei szobájában. Május 28. Mi van ma? Május 28-a! Ballagás! Csajok! Május 28-a van! Ballagás! Miért tortibálsz? Knopom, mi van ma? Te vagy a kakas? Jaj, csajok, nézzétek meg, milyen szépen lógnak ezek a ruhák. Csajok, mikor van a ballagás? 28-án. Akkor... Csajok, ma van a ballagásunk! Végre felfogtátok! Nos, csajok, mivel kezdjük? Csajok, én még nem borotváltam le a lábam, nem borotváltam le a lábam! Ki kell sminkelnem magam? Én sem készültem még el. Nos, csajok, irány a mosdó! Én mit csináljak? Knopa, ezt hogy érted? Öltözz fel! Aha, értem, felöltözöm. Diana, tudom, hogy ellenségek vagyunk, de sürgősen borotvált le a lábam! Na, már kezdem is a depilációt! Csajok, ki fog segíteni nekem? Nem készültem fel úgy, ahogy kellett volna. Szükségem van még púderra, mert rosszul aludtam. Nos, Jana, készen állsz? Diana, megértem, hogy rosszban vagyunk, de legyél óvatos, légy szíves! Értettem, Jana, nagyon óvatos leszek! Rendben, akkor gyorsan! Jaja, értette, hogy a fiúink hamarosan itt lesz? Igen, na, gyerünk értem. Háromra! 1, 2, 3! Madárka, madárka, nem a törög madárka. Milyen madárka, Ártyom? Hé! Jaj, Maruska! Júlia, miért szorítod a lábam? Maruska, miért rugdosol így? Szoknyák. Ballagás! Mi? Ballagás? Patrik, repülök hozzád! Júlia, Maruska, elegem van, hogy kiabáltok! Ma van a ballagás? Ballagás! Én megyek elsőnek felvenni a szoknyát. Nem, én leszek az első. Nem, hanem én. Jól van, menjünk együtt. Jól van. Ez nem az én ruhám, túl nagy, Júlia, ez a tied. Maruska, ez normális méret, vedd el a saját szoknyádat. Na Maruska, ki fog elsőnek fürödni? Nem érdekel, van dezodorotok? Igen, de nem adom oda. Júlia, én megyek elsőnek. Maruska, 5 perced van. Gyegyé a ballagás! Végre-végre találhatok magamnak egy fiút, nekem van a legszebb ruhám. Nasztja, mit gondolsz? Szedjem ki őket? Hát persze, hogy szedd ki, nem fogsz ilyen szemöldökkel menni a ballagásra. Jól van, Nasztja. Miért ordibálsz? Nasztja, nézd, egyszerre 3, kiszedtem. Nagyon hosszú a szemöldököd. De miért tortibálsz ennyire? Hát nem érted, kiszedtem őket. Gyigyé, gratulálok. Már gyerekkorom óta ki akartam szedni. Nasztja, ez azt jelenti, hogy felnőttem. Hát ez nagyon menő. Átöltözhetek akkor? Szóval így, Nasztja. Nem hagylak, együtt fogunk átöltözni. Hé, szia, ballagásra megyek, gyere gyorsan. Az menő, Nasztja. Én is ballagásra megyek. Milyen szoknyád van? Nekem a rózsaszín. Pink a neve. Teli gyöngyökkel. És kék cipőm van. De mit fogsz felvenni a ballagásra? Mint mondtam, én rózsaszínű, strasszos ruhában leszek. Alapvetően én leszek a legszebb. Én készültem fel a legjobban. Nekem van a legszebb. Csillámos szoknyám lesz. Hát majd később. Nem az enyém. Nekem van a legmenőbb szoknyám. Na, mindegy. Szia, majd találkozunk. Jól van, szia. Mutatógép. Az enyém lesz a legszebb. Az enyém a legszebb. Rosszul vagyok már tőle. Knopa, miért nem vagy még készen? Knopa, gyerünk, siess! Miért nem vagy kész? Oké, majdnem kész vagyok. Csajok, gondoljatok csak bele, milyen csodás nap lesz a mai. Képzeljétek el, mi jövünk lefelé a lépcsőn, lent pedig várnak majd ránk a fiúk. Jaj!
persze, Diana, Janának is neked van fiútok, mi kinek készüljünk? Csajok, kitoltam magammal, nagyon drága a ruhám, és kinek, hiszen szingli vagyok. Mi van? Mit akarsz? Anya, segíts elérni a szoknyát! Lányok, nézzétek a ruhámat! Hát ez egyértelműen a legszebb. Knopa, láttuk már a szoknyádat, tegnap mértük. Rendben, megyek átöltözni. Nos, csajok, ideje van, hogy felhúzzuk a szoknyákat. Ó, Istenem, csajok, nézzétek, Julia és Maruska már posztoltak új képeket. Milyen vidéki parasztos szoknyák ezek, ugye már? Ó, Istenem, mi van Marinán? Ez egy gézből készült szoknya. Minden esetre mi leszünk a legszebbek. Aha, főleg én. Ja, vedd le a koronát, nem nyom nagyon. Diana, semmi sem nyomja a fejem. Minden esetre, csajok, biztos vagyok benne, hogy egyikünk fogja megkapni a koronát. Őszintén szólva, Diana, engem nem érdekel a korona. Csak egy dolog jár a fejemben. Hogyan fogom kivárni a hajnalt Brovastival? Brovasti egyáltalán tud erről? Már nézted vele a naplementét és a napfelkeltét is, olyan fáradhatatlan van. Na, csajok, hagyjátok abba a cseverészést, mert elkésünk. Menjünk fel a... Rendben, gyerünk! Nos, Dima, készen vagy? Nastya le lesz döbbenve, mikor meglátja, hogy micsoda férfi viszi a ballagásra. Jaj, szó nélkül fog maradni, amikor meglát minket. Szerintem mi leszünk a legmenőbbek a ballagáson. Azt tudti, minden tekintetben túl jók vagyunk. Smiley, gyerünk, ballagás, ez az időjárás, eső. Látom, még a csokornyakendőm is vizes. Na, gyerünk, Smiley, gyorsan a ballagásra. Csajok, lassú tánc, minden. Persze, Brovasti, nézd, milyen elegánsak vagyunk, mi leszünk a legmenőbbek. Aha, a kosarasok a legmenőbbek. Eljöttem, érted, Nastya? Smiley, jól nézek ki? Igen, jól. Srácok, mit aggódtok ennyire? Én melegítőbe meg pulcsiba leszek, nagyon kényelmes. Jajának, ez nem fog tetszeni. Biztos visszautasít majd, ha felkéred. Ha visszautasítja, találunk majd másik párt magunknak. Micsoda hercegnő. Fiú, halkabban, itt vannak! Az én Dianám. Dima, te Nastya, még csak most jön le, nyugi. Szia, Smiley-k! Diana, eszméletlenül nézel ki, úgy örülök, hogy újra együtt vagyunk. Smiley-k, ez csak mára érvényes, a ballagásra. Jana, merre vagy? Kivárjuk együtt a hajnalt? Wow! Bravasti, mondd csak, én vagyok a legszebb! Nem láttam a többieket, de biztos, hogy te vagy a legszebb. Mi van rajtok? Mindannyian szoknyában van. Kosztja, ma van a ballagás. Remélem, hogy Jaja valami lazábbat vesz föl. Kosztja, Dima, mit csináltok itt? Jaja, én érted jöttem. Persze, örülök, hogy van párom, de nem tudtál volna illedelmesen felöltözni. Jó van, Jaja, nyugodj le, gyerünk. Menjünk, Kosztja. Kosztja, várj. Gyönyörű, gyönyörű. Menjünk. Dima, te rám vársz? Hogy mehetnénk nélküled a ballagásra? Gyere, menjünk! Gyere! Senki sem jött, értem, de rendben van, műsorvezető vagyok. Jaj, vigyázz! Elegem van, most már nagyon ideges vagyok. Patrik, miért vagy ideges?
Mit idegeskedsz, Patrik? Gyigyinek tetsz-e? Különösen ebben a kék költönyben. Macsó. Patrik a macsó. Na Maruska, kész vagy? Hát Nastya, össze fogunk szedni ma valami csodaszép fiúkat. De hát neked ott van Patrik. Na majd meglátjuk, hogy fog kinézni. Maruska, ma az én galambocskám el lesz ájulva az én szépségemtől. Hát nem is tudom, az én ruhám jobban tetszik. Hé, Maruska! Ó, csajok, tökéletesen néztek ki. Csajok, ti is tökéletesen néztek ki. Mi vagyunk a legszebbek. Tudjátok mit, a fiúk minket jobban kedvelnek. Nézzük meg, ki néz ki a legjobban. Fogjátok be a lepénylesőtöket, mi vagyunk a legerősebbek. Jaj, csajok, csak remélni tudom, hogy Diana és a barátai rosszabbul fognak kinézni, mint mi. Az biztos, nincs nekük ilyen ruhájuk. Tuti, csodaszépek vagyunk. Várjatok, csajok, halljátok a motort, megjöttek a fiúk. Csajok ki! Patrik, gyönyörű vagy. Galambocskám, tetszem neked? Ártyom, nekem van a legdrágább ruhám. Nézzenek oda, Gigi, tök menő vagy, a szoknyád megy az én öltönyömhöz. Köszönöm. Jaj, galambocskám, mit van ott? Júlia, nézd, ez neked van, Swarovski. Azt a galambocskám. Ártyom, gyere ide. Igen? Ha majd lassúzunk, nehogy rálépje szoknyámra, nagyon drága. Jól van, Varuska, gyerünk. Hé, ki fog átvinni a tócsán, fiúk? Inkább találj magadnak egy fiút, aki majd átvisz a tócsán. Hé, várjatok meg! Hát, szia iskola! Nem sokára kezdődik a szünet. Diana, nem tudlak utolérni. Mindig késel. Nos, Soli, nem sokára itt a szünet. Zúzzunk oda ma neki. Mi vagyunk a ballagok! Nos, látszok, nem sokára itt a szünet. Annyi kaland vár ránk. Egy menő nyár van előttünk. És remélem, hogy a lúzerek nem fognak bezavarni. No, Nastya, gyerünk! Jaj, srácok, mi értünk ide elsőnek? Mi vagyunk az elsők. Igen, de nem látom Gigit, Júliát, Maruskát és a többieket. Mit nézel? Lényegtelen, az én ruhám amúgy is jobb. Nastya, senkihez sem vagy fogható. Srácok, nézzétek, kik vannak itt. Igen, érkeznek. Ohó, a fiúk jobban kicsipték magukat, mint a lányok. Oda tették magukat. Nézzétek, nézzétek! Smaragd! Tőlem kapta ajándékba. Tudnál nem rálépni a szoknyámra? Értettem. Ártyom, ne feledd, hogy a szoknya nagyon drága. Ha tönkreteszem, veszek újat. Sziasztok, én vagyok a műsorvezető, és ma kiderült, ki lesz a bálkirály és bálkirálynő. Előre érzem, hogy én leszek a bálkirály. Én leszek a bálkirálynő. Nastya, én vagyok a műsorvezető, és úgy gondolom, te leszel a bálkirálynő. Srácok, még 2 percünk van! Emberek, láttátok a szoknyájukat, mint egy rémálom. Aha, nézzetek meg minket, milyen szép ruhánk van. És nézzetek meg őket, egyáltalán hol vettétek ezeket a ruhákat? Gigi, tied lesz a korona. Nekem van a legdrágább ruhám, és én leszek a bál királynő. Persze, hogy te leszel a királynő, nekem pedig a legdrágább öltönyöm van, így én leszek a király. Én vagyok a házigazda, azt ajánlom, mindenki nyugodjon le. A királyt és a királynét nem a ruha alapján választjuk, és jobb lenne, ha sietnétek a ballagásra. A ballagás! Júlia, lassúzás! Artyom, ne siessd el a dolgokat! Srácok, a mai egy csodálatos nap. Ma van a ballagás. És amellett, hogy kint hideg van, a suliban forró a hangulat. Az idei év tanulságos volt mindenkinek. Sok történés, veszekedés és verekedés volt. De ez az utolsó nap, és remélem mindenkinek hiányzik a suli. Nem fog szünet! Megőrültetek? Hogy értitek, hogy nem fog? Kamerák vannak, az igazgató mindent lát. Jobb lenne, ha azt mondanátok, hogy hiányzik. Na? Hiányozni fog! Biztos vagyok benne, hogy mindenki bálkirály és bálkirályné akar lenni. De a koronát nem könnyű megszerezni, azt ki kell érdemelni. De amíg van időtök szavazni, van időtök táncolni is.
Jana, annyira jó, hogy együtt vagyunk. Bravaszti, ne taposd a szoknyámat! Patrik, nagyon szeretlek és örülök, hogy vagy nekem. Gigi, komolyan mondom, mond, nagyon szép vagy. Galambocskám, te vagy ma a legszebb. Te pedig nekem, Júlia. Diana, tényleg nem akartam ezt csinálni. Smiley, már mondtam, hogy megbocsátok, de te és én többet nem leszünk együtt, csak ma a ballagáson. Szerinted te is én egy pár leszünk? Hát nem is tudom, Nastya, te is én barátkozni Redben. Fogunk. Mindenki jöjjön szavazni a párjával, és a szavazások alapján eldöntjük ki a bálkirály és a bálkirálynő. Ti választjátok ki a királyt és a királynőt. Itt az én szavazatom. Az enyém is itt van. Figyeljetek, remélem, hogy ránk szavaztuk. Artyom, ez titok. Itt az én szavazatom is. Patrik, hol a szavazatod? Itt van. Semmi sem fog változtatni, de jól van. Hogy semmi nem fog változtatni? Jana, mindent megcsináltam, amit mondtál. Így van, Bravaszti. Hát, srácok, szavazzunk. Gyerünk! Szavazzunk! És most az utolsó és mindent eldöntő szavazataink. És amíg mi kiszámoljuk a szavazatokat, van időtök, hogy lassúzzatok. You say that you don't need me. You say let's take things slowly. I hope you realize you're playing with fire. I know what heartbreak feels like. I know I've shed some teardrops. I've been here before. You have done it now. Left me on the ground. This is it. I won't come back. If we don't stop, if we don't go. Hívjuk ide a ballagókat. Táncoltatok, mi megszámoltuk a szavazatokat. Na, és a bálkirály és a bálkirályné. Smiley! És Diana! Ezt figyeljétek, zsűri! Ti is szavaztatok, valamit rosszul számoltatok ki. Bravaszti, add ide a koronát, ma én vagyok a bálkirályné, te pedig a királyom. Köszöntsétek a bálkirályt és bálkirálynőt. Diana, nekünk együtt kell lennünk, ennek így kell lennie. Smiley, ez csak mára van, erre a napra. Felejtsük el a veszekedéseinket, és béküljünk ki egymással. Smiley, gratulálok. Köszönöm. Odaadod nekem később a koronát? Bravaszti. Jana, ballagás után beszélünk. Srácok, egyértelműen fel kellene iratkoznotok a csatornára, és lájkolnotok kell a videót. Nagyon sokat törekedtünk, és szeretnénk valamit mondani nektek. Sziasztok! Srácok, mindenkinek klassz ballagást kívánunk, és hogy jól érezzétek magatokat a szünetben. Találkozunk! Sziasztok! Sziasztok!